A hazai piacon a szálláshelyek már megjelentek a hirdetési oldalakon, a hétvégén pedig tömegek indultak el a Balatonra is. A wellness szállodákkal szemben a vízpartok az elsők között nyithatnak ki újból, egyes kutatások szerint pedig akár egy-két héten belül már újraindulhat a foglalási hullám. Én úgy gondolom, optimista lévén, hogy nagyon-nagyon szeretném, ha elindulna, de ez maximum a belföldi turizmusra jellemző. A külföldi kiutazás az még biztos, hogy várat magára, hiszen még azok az országok is, akik már eldöntötték, hogy nyitnak, lásd Horvátország, Görögország, Ciprus, és ugye folyamatosan jön a többi ország is, azért most még mindenki valamilyen vizsgálathoz, valamilyen igazoláshoz, különböző útvonalakhoz köti magát a turizmust. Tehát úgy gondolom, hogy ez az egy-két hét, ez még egy kicsit talán így túl optimista. De mivel azt látjuk, ugye, hogy a charter gépeknek előzetesen már ugye vannak időpontja, ezért mi azt tartjuk reálisnak, hogy júniusban elkezdődnek az egyéni utazások, a buszos utazások, és júliustól viszont a charterek is, mert ugye már menetrend szerint a járatok azok vannak különböző országokban, különböző városokban, de a chartereknek az időszaka most per pillanat az látszik, hogy júliustól folyamatosan indulnak. A hónap végén már biztosabban tudják tájékoztatni az utasokat a különböző országok szabályairól, így arról is, hogy hová milyen vizsgálat vagy engedély szükséges, illetve hogy a nyaralásból visszatérve karanténba kell-e vonulni itthon. Az látszik, hogy rengeteg átfoglalásunk van Görögországra augusztus-szeptember időszakra, tehát a görögök azokat egyértelműen fogják merni választani az utasok, illetve pont a tegnapi napon érdeklődtek Egyiptom déli régió iránt, hogy az mikor, hogy fog indulni. Tehát azt gondolom, hogy ez attól is függ, hogy az emberek melyik országot részesítik el, melyiket szeretik, és nyilván azt az országot figyelik, és szerintem oda, ahova szívesen utaztak eddig is, szerintem oda biztos, hogy el fognak utazni, mert ugyan még inkább csak telefonon érdeklődgetnek, hogy tudunk-e valamit mondani, de az viszont látszik, hogy szeretnének utazni, és szeretnének egy kicsit maguk mögött hagyni ezt az egész koronavírus okozta, úgy mondom, kellemetlen élményt. Az irodavezető hozzátette, érkeznek lemondások a munkahelyek elvesztése miatt, valamint azért is, mert a szabadságokat kötelezően kivetették a cégek a munkavállalókkal, akik viszont mégis útra kelnek, ők a jól bevált úti célokat választják az idei szezonban.